Ez a technológia fejlesztése 2003 óta folyik. Magát ezt a berendezést 2016-ban telepítettük. A berendezésről azt kell tudni, hogy ez egy biomassa kiserőmű, falpríték tüzelanyaggal működik. A tüzelanyagot egy gázgenerátorban termokémiai úton átalakítjuk éghető gázzá és bioszénné. Az éghető gáz tovább kerül gáztisztításon keresztül egy gázmotorba, ahol villamos energiát állítunk belőle elő. Magát a berendezést több éven keresztül fejlesztettük, egy családi vállalkozást hoztunk létre öcsémmel és feleségemmel. Öcsémmel ketten visszük Madár Györggyel a tervezést. Az egész berendezés saját terve alapján készült. Testvérem 2003-ban kezdte ezt az egész fejlesztést, és én olyan 2009 és 10 között csatlakoztam hozzá. Ez volt az első diplomamunkám is, a fogázasító erőmű, és ennek révén belefolytam a fejlesztésbe, aminek az eredményeképpen Szentendrén a városgazdálkodásnál telepítettük az első egységünket. Egy 28 kW-os erőmű, ugyanígy egy ilyen mobil egység, ami konténerben van belerakva. Ugye én nagy részt az egészben a fejlesztésben veszek részt, és ugye magának az egész egységnek a tervezése, gyártásra, és ugye annak a 3D-s elemeinek a megtervezése, lemezmunkák, minden egyéb ilyen más. És ugye ennek a gyártásnak a lekísérése nagy részben a feladatom. Mi inspirálta Önöket ebben a munkában? A Gödöllői Egyetemen végeztem, és ott voltam doktorandusz, amikor növényházak energetikájával kezdtem el foglalkozni, és az volt az inspiráció, hogy minél környezetbarátabb úton, és minél gazdaságosabban tudjunk hő- és villamos energiát előállítani, és így jutottunk el odáig, hogy a biomasszát nem csak egyszerűen elégetjük, hanem termokémiai úton alakítjuk át gázzal és bioszénné. Magáról a berendezésre még azt szeretném elmondani, hogy olyan előnye van, hogy a keletkező bioszén az egy nagyon jó talajjavító anyag. Minden egyes kiló bioszén 3,5 kiló légköri széndioxid megkötését jelenti, így maga a folyamat során nem csak villamos energiát állítunk elő, hanem légköri széndioxidot vonunk ki, és több ezer évre megkötjük a talajba. Miről szólt ez a mai látogató? A mai látogatás lényege a Magyar Villamos Művek Zöld Energia Kft-je részéről jött el a mérnök csapat és a vezetőség, hogy megnézze ezt a berendezést működés közben, mert nyitottá váltak ilyen típusú berendezések telepítésére. Hol lehet leginkább hasznosítani ezt a technológiát, berendezést? Kisüzemekben, önkormányzati létesítményeknél, wellness szállodáknál nagyon széles köre van a felhasználási helyeknek. Főként arra kell koncentrálni, hol keletkezik a tüzelőanyag, amit szállítás nélkül olcsón fel tudunk használni a berendezés működtetéséhez. A berendezés fejlesztése az sikeres volt, de ez a siker ez még csak az első zárkinyitása volt ahhoz, hogy ezekből a berendezésekből egy sorozat gyártott típus váljon. Szeretnénk nagyon sok helyre ilyen berendezést telepíteni.